Jó estét kívánok! Szeretettel üdvözlöm a Mosonmagyaróvári Kossuth Lajos Gimnázium és Kollégium szalagavató ünnepségén végzős diáktársaimat, hozzátartozóikat, iskolánk vezetőségét és tanári karát. Tisztelettel köszöntöm a körünkben megjelent dr. Hansági Károlyt, iskolánk volt igazgatóját, dr. Molnár Zoltánt, a Széchenyi István Egyetem mezőgazdaság és élelmiszertudományi karának dékán helyettesét, Lucák Attilát, a szülői munkaközösség elnökét, dr. Kovács M. Gábort, az ELTE Biológiai Intézet növényszervezet tanítanszék vezetőjét, egyetemi docenst. Kérem, először hallgassák meg! Kérem, először hallgassák meg Veres Máriának, iskolánk igazgatónőjének ünnepi beszédét, majd ezt követően fogadják szeretettel diákjaink műsorát. Tisztelt ünneplő közönség, kedves végzős diákok, kedves szülők, hozzátartozók, tanártársak! Szeretettel köszöntöm minden kedves vendégünket, aki jelenlétével hozzájárul, hogy ez az alkalom emlékezetes, felemelő ünneppé váljon. Megkülönböztetett szeretettel köszöntöm magukat, a végzős diákokat, a mai este központi szereplőit. Engedjék meg, hogy a végzős osztályokat osztályfőnökükkel együtt név szerint üdvözöljem. A 12. A osztályt és osztályfőnökét, Hoskó Gyöngyi tanárnőt. A 12. BC osztályt és osztályfőnökét, Németné Kovács Irén tanárnőt. A 12. D osztályt és osztályfőnökét, Kis Ildikó tanárnőt. Valamint a 12. E osztályt és osztályfőnökeit, Ihászné Varga Veronika és Szentkuti Károlyné tanárnőket. Az első, mai szalagavatókhoz hasonló ünnepséget az 1830-as években, azaz közel 190 évvel ezelőtt tartották a Selmecbányai Akadémián. Igaz, hogy az a végső búcsút jelentette a felsőoktatási intézménytől. Akkor még az volt a hagyomány neve, hogy valétálás, ami a latin eredetű valéte szóból ered, s annyit jelent, éljetek boldogul. Akkor a végzős évfolyamok üdvözölték az alsóbb tagozatosokat, a nagyobbak pedig megkapták útravalójukat. A szalagot az iskolához tartozás jelképeként tűzték fel, de az a közelgő elválást is jelezte. A szalagot a végzős diákok maguknak tűzték fel, majd a fiatalabbak fáklyával egészen a városkapuig kísérték őket. Itt elbúcsúztak tőlük, s jöhetett az egész éjszakába nyúló mulatozás. Még a hagyomány része volt az is, hogy a valétálás alkalmából a végzős diákok szüleiket köszöntötték, leginkább mindenki az édesanyját egy-egy szálvirággal. A hagyomány idővel átalakult, formálódott, átkerült a középfokú iskolákba is, és kiegészült minden intézményben helyi sajátosságokkal. Ma is a végzős diákok hordják a szalagot az utolsó tanévük második felében, egészen addig, amíg végleg el nem válnak az iskolától. De a szalagot nem maguk a végzősök, hanem az osztályfőnök tűzi fel az ünneplő ruhákra a szalagavató napján. A szalag, amelyen megtalálható a gimnáziumi tanulmányok kezdő és záróéve, a mi iskolánkban egy Kossuth jelvénnyel együtt kerül az ünnepeltek ruháira. Ez a jelvény egyértelművé teszi az utcán, vagy ahol a diákok megfordulnak, hogy végzős kossuthosokról van szó. A szalag és a jelvény így együtt a Kossuth Lajos Gimnázium közösségéhez tartozás és az összetartozás jelképe. A rendezvény másik fénypontja manapság a végzős diákok tánca,
mely nem csak az ünnepi hangulat csúcspontja, hanem azt is jelképezi, hogy az osztályközösség egymásra hangolódva együttemre old meg egy feladatot, egy fellépést, mely egyben egy közös alkotás és ajándék a meghívott vendégek számára. Útravalóként pedig az ünnepi műsor lélekürítő és bölcs gondolatai, szép dalai, egykori diákunk végzősökhöz intézett üzenete és az igazgatói beszéd mondani valója szolgálnak. Kedves végzősök, hallgassátok először az útravalók közül az én útravalómat, melyet most a valéte, azaz éljetek boldogul, egykor búcsúzóul elhangzott kívánságból kiindulva szeretnék átadni nektek. Így további mondandómban arra a kérdésre emelek ki néhány gondolatot, hogy vajon hogyan lehet a mai igen bonyolult világunkban is szerintem boldogul élni. Ma már tudományos álláspont, hogy a boldogság nem egy fizikai, érzelmi állapot, hanem inkább egy folyamat. A jó irányba zajló folyamataink, tetteink következménye, mint sem célja, végállapota. Éppen ezért az élet természetes hullámzása mellett is mondhatjuk magunkról, hogy boldog emberek vagyunk. A fejlődés pedig próbaszerencse folyamat, azaz kísérletezés. A sikertelen kísérletek épp úgy a folyamat részét képezik, mint az eredményesek. Az emlékezés nem valami öreges szokás, hanem erőforrás lehet a fejlődés útján. Minden életszakaszban. Merítsetek tehát erőt azokból a pozitív élményekből, amelyeket életetek során megéltetek. Ha a gimnáziumi éveitekre gondoltok, akkor gondoljatok a sikeres vizsgákra, az emlékezetes kirándulásokra, a diáknapok lelkes versengésére, a társaitoknak nyújtott vagy tőlük kapott segítségre, az itt megélt igaz barátságokra és nagy szerelmekre. Bizonyára többen vagytok olyanok, akiknek egy-egy tanára nehéz helyzetetekben adott megszívlelendő jó tanácsot, fogalmazott meg életre szóló bölcsességet, vagy megszerettette veletek saját tantárgyát, s ezzel segítette pályaválasztásotokat. Tekintsetek ezekre az alkalmakra pozitív fordulatként. Mindannyiunk életében rengeteg pozitív fordulat van. Valami sikerül, valami jóra fordul, valami megoldódik, valahonnan, valahová eljutunk. Sokkal jobban érzik magukat azok az emberek a saját bőrükben, akik tudatosan és elevenen őrzik magukban életük pozitív fordulatait. Az is megszívlelendő meglátás, hogy akinek rendezetlen a viszonya élete korábbi eseményeivel, az rosszabbul érzi magát a jelenben, és nehézséget jelent számára, hogy szabadon alakítsa a jövőjét. Pedig ti most életetek abban a fontos időszakában vagytok, amikor életre szóló, de legalábbis egy jelentős életszakaszra szóló döntéseket kell meghoznotok, és ezen döntések alapján kell cselekednetek. Tegyetek ezért rendet életetek eddigi eseményeiben, és ennek alapján merjetek messzevivő célokat megfogalmazni. Ahhoz ugyanis, hogy jó minőségű életet élhessetek a jelenben, és később a jövőben, hosszú távú életcélokkal kell rendelkeznetek. Ha valakinek csak rövid távú céljai vannak, és azokat éppen nem sikerül beteljesítenie, akkor mindent elveszít. Akinek az a fontos, hogy mindig jól érezze magát, mindenki szeresse, minden pillanatban jól járjon, az nagyon boldogtalan lesz. Aki azonban hosszú távú célokkal is rendelkezik, az megtanul várakozni, küzdeni, késleltetni, lemondani, nagyvonalúnak lenni, sőt, kudarcokat is elszenvedni, miközben a célja felé halad. És milyen hosszú távú életcél tűzzetek ki magatok elé? Bármit, ami összhangban van képességeitekkel, és önmagatok megvalósításával a közjavát is szolgálja. Komjáti Jenő megfogalmazásában, rossz a világ, légy jó tehát magad, üres a lét, adj tartalmat neki. Az ember szolga mind, légy te szabad, hídd sorsodat bátor versenyre ki. Összegezve tehát,
Válasszátok meg jól céljaitokat. Bízzatok önmagatokban, merítsetek erőt pozitív élményeitekből és emberi kapcsolataitokból, kísérletezzetek, küzdjetek, s így legyetek magatok és embertársaitok javára. Azaz, valéte, éljetek boldogul. Kedves szülők, a Kossuth Lajos Gimnázium vezetése és tantestülete nevében tisztelettel megköszönöm azt a sokféle támogatást, amit iskolánknak nyújtottak közös munkánk során. És itt nem csak gyermekeik nevelésére gondolok, előmenetelük segítésére, hanem hadd említsem a konkrét, legfrissebb példát. A szülői választmány tagjai is hozzájárultak odaadó munkájukkal ahhoz, hogy az UFM Arena a mai napon ünnepi díszben pumpázzon, és egy pop-up fal beszerzésével ideális feltételeket teremtettek a fotózáshoz. A felnőtt kor küszöbén nem egyszerű feladat az önök számára sem. Egyszerre biztosítani gyermekeiknek a lehetőséget az egyre önállóbb cselekvésre, s közben biztos támaszként mögöttük állni. Hadd idézzem Keresztúri Dezső szavait, aki pontosan és szépen figyelmeztet a gyermekek iránti szülői feladatokra. Úgy gyönyörködj gyermekeidben, mint akik téged folytatnak majd. De ne a magad vágyait, emlékeid álmod újra bennük. Ne kényeztesd, ne ünnepeld, ne szidd. Inkább szeresd, s érdemük szerint becsüld meg őket. Légy okos ellenállás, jógát, tiszta meder, hogy növekedjenek, mint súly alatt a pálma, hogy önerejükkel törhessenek utat maguknak, s ne nyelje el őket lápok iszapja, sivatag homok. Kedves érettségi előtt álló diákok, örüljetek ennek a rendkívüli napnak, s viseljétek büszkén a hamarosan ünnepi ruhátokra kerülő szalagot. Kívánom, hogy a szülői ház szeretetteljes nevelése és a gimnáziumban megszerzett tudás és emberi minta iránymutatás lesz számotokra, önmagatok megvalósításához, életcéljaitok eléréséhez. Köszönöm szépen!